Tegnap apa egész délelőtt hátul rendezte a terepet, dolgozgatott, és ebéd után anya kitalálta, hogy gyönyörű idő van, menjünk el tenni, hogy a Majd itt megmozgassuk egy kicsit, mert már nagyon dagi. Hát nem hiszem, hogy dagi vagyok, mert alig kapok enni, egy nap csak kétszer-háromszor, meg egy csomó jutifalatot, de az elég kevés. Hát itt láthatjátok, hogy milyen sovánka vagyok, agyon vagyok, éheztetve, úgy elrántom apát, hogy csak úgy repül utánom. Kimentünk a Zagyva-zúgóhoz, felmásztunk a töltésre, utána lementünk a zagyva folyóhoz, ami most nem valami sok vizet áraszt, de itt van egy ilyen kis zúgó, és ott lehet nézni, ahogy zúgok lefelé a víz. Érdekes volt. Utána átmentünk a horkásztóhoz, ott is egy nagyot sétáltunk, megnéztük a békákat, találtunk gombát, meg tavirózsáknak a maradványait is láttuk, Nagyon a volt ez. Máskor is jöjjünk ide, látjátok itt a gomba, ott a... Egy bácsi képzeljétek el, hogy a horgász helyén egy gyönyörű fügefát ültetett. Nagyon szép volt, biztos volt rajta füge is, de már most leszette valaki. Itt egy kicsit még bujkáltunk a fák között, és kész is mentünk hazafele.